Kamut Jenő 1937-ben született Budapesten. 47 és 49 között Debrecenben nevelkedett, a debreceni református kollégium tanulója és lakója volt. A városban kezdte el vívó pályafutását a debreceni vasutas vívó klubban Ferenci Pál irányításával. Sportolói pályafutása során törvívásban és párbaj törvívásban egyaránt versenyzett. Kiugró sikereit tőrözőként érte el, egyéniben kétszer, 1968-ban és 72-ben nyert olimpiai ezüstérmet. Világbajnokságon 1957-ben tagja volt a győztes válogatottnak. Valamint kétszer egyéniben, négyszer csapatban végzett VB második helyen. Ötszörös univerziádi győztes. 1960 és 76 között sportolóként 5 alkalommal szerepelt az ötkarikás játékokon. A következő évtizedekben sportvezetőként, sportdiplomataként és orvosként volt részese az olimpiai mozgalomnak. 1978-ban a Nemzetközi Fair Play Bizottság és az UNESCO nagy díját kapta meg sportpályafutása alatt tanúsított kiemelkedő sportszerűségéért. 1989 és 96 között elnöke volt a Magyar Vívószövetségnek, miközben 92-től 96-ig betöltötte a Nemzetközi Vívószövetség főtitkári tisztét, majd 96-tól a Nemzetközi Vívószövetség orvosi bizottságát vezette. 96-tól 2005-ig elnöke volt az Európai Vívószövetségnek, tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság orvosi bizottságának. Kamuti Jenő aktívan vesz részt a Magyar Olimpiai Bizottság munkájában. 76 óta irányítja a Magyar Fair Play Bizottságot, 97-től a Nemzetközi Fair Play Bizottság alelnöke volt, 2000 óta pedig ennek a bizottságnak az elnöke. 2009 óta Kamuti Jenő az Európai Vívószövetség örökös tiszteletbeli elnöke, és ugyanebben az évben lett a Nemzetközi Szövetség örökös tiszteletbeli alelnöke. 2012-ben beválasztották a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagjai közé. A debreceni vívósport hazai és nemzetközi támogatója. Orvosként a Magyar Sebésztársaság tagja. Szoros kapcsolatokat ápolt, és jelenleg is ápol a Debreceni Egyetemmel. A Debreceni Egyetem vívó versenye 2005 óta viseli dr. Kamuti Jenő nevét, Kamuti Jenő Egyetemi Vívóbajnokság néven. Kamuti Jenő vívóként való sportpályafutása, sportvezetőként elköteleződése emellett a sportág mellett Debrecenhez és az egyetemhez fűződő kapcsolata alapján gondoltuk azt, hogy ezt a vívótermet Kamuti Jenőről kellene elneveznünk. Nagyon boldogok vagyunk, hogy Kamuti Jenő elfogadta ezt a felkérést, és hát nagyon-nagyon sok elismerés díjat hallottunk az ismertetőben, ezen kívül ugye a nemzet sportolója, és elsőként kapta meg a világon a Primo Nebbiolo díjat is, amelyet fontosnak tartok megemlíteni. Azt gondolom, hogy ezek alapján is egy méltó nevet vett fel ez a vívóterem, és azt gondolom, hogy Debrecen vívó sportja, az egyetem lehetőségei ezzel bővülnek, és most már 2 klub is, sőt 3 is foglalkozik vívással Debrecenben, ami szélesíti a magyar vívás bázisát, amire szükség is van, hiszen ez egy sikersportág és egy egyetemhez igazán illő sportág. Van egy magyar mondás, hogy még gondolat sem voltam itt Debrecenben, illetve már édesanyám várandós volt velem, amikor 36 után, az berlini olimpia után Debrecenben az Aranybika szállóban rendeztek egy vívó bemutatót. Ezen az Aranybikában rendezett vívó gálán édesanyám és édesapám is ott volt, és akkor anyám odahajolt a apámhoz, hogy ha fiunk lesz,
akkor az sportoljon, és ha sportol, akkor vívás. Semmi más nem lehetett szóba. Így kezdtem el Debrecenben a vívás, Debreceni Lokomotív DVC-ben. Én az egyetemet nagyon fontosnak tartom. Az életben, és a sportot is, és a kettőt össze kell hozni. Ezért szívem csicske, most elnézést az univerziádék, a főiskolai világbajnokságot, de egy életre meghatározta a filozófiánkat és a magatartásunkat. A szemlélet az, amit itt a pásztról, itt a vívásról lévő szó, a munkátokba, és akármilyen, akár orvos, akár mérnök, akár mi lesz-e valamilyen felsőfogó végzettséghez jössz hozzá, gazdagabb leszel, és a vívás segít ennek a megvalósításához. Én nagyon, végül nagyon boldog, és köszönettel tartozom Debrecennek, nektek, az egyetemnek, hogy ezt a vívótermet felépítettétek, és majd fentről fogom, remélem, hogy fent is nem lent, valahol, hogy hova fejlődött ez a vívóterem, és hol lesznek a további világbajnokok, de ha nem is lesznek, de hogy ez dugig legyen, és ne lehessen páshoz hozzájönni, vagy nőni, nem tudom, lehet-e valamire növekedni, vagy emeletet felépíteni rá, de ez nekem egy nagy szó, felér egy aranyéremmel. És köszönöm szépen, Debrecennek, nektek, az egyetemnek, hogy ezt a vívótermet létrehoztátok, és ígérem, hogy amiben tudok segíteni. 1906-ig kell visszamennünk, tehát 115 éve, amikor a Debreceni Akadémia Atléta Klub megalakult, és már 1907. június 9-én Nyíregyházán ennek a vívói versenyzői részt vettek. Sajnos eredmények nem maradtak fel. A következő az 19. július 25-én megalakult a DEAC. 20. május 6-án főiskolai karvívó bajnokságon vett részt a csapat. Én azt gondolom, hogy erre lehet építkezni. A hagyományokra lehet építkezni arra, hogy vannak közös gyökerek is, de hiszem azt is, hogy ezzel a új szakosztállyal gyarapodik a Debrecen vívósportja, hiszen én hiszek abban, hogy összegződni fognak az erők, és jobb eredményre sarkalják az embereket. A vívás a 30. szakosztályunk, tehát az alapító közt ott volt, és most visszatért ebbe az egyesületbe. Tehát 30 szakosztályba sportolhatnak. Mi úgy gondoljuk, hogy nekünk 0-tól 100-ig kell a korosztályokat képviselni. Tehát aki már megszületett, az potenciális deacosnak tekintjük, potenciális debreceni egyetemi hallgatónak tekintjük, és aki még 100 éves és sportol, annak is szeretnénk teret adni. De azért örülök nagyon, mert a szemlélete a DEAC-nak mindig az volt, hogy az egyetemi sportokat kiemelten kezelje, és a vívás az egyetemi sport. A Debreceni Egyetemnek szerintem ez egy külön nagy öröm, hiszen a hallgatóknak lehetősége nyílik majd itt ezt a sportot is űzni, akár testnevelés óra keretein belül, és nagyon nagy öröm a DEAC-nak, hiszen 35 darab sportolót igazolt a DEAC, együttműködésben az Interfencing Egyesülettel, és külön nagy öröm, hogy ezek között, a sportolók között két rendkívül nagy eredményeket maga mögött tudó sportoló is szerepel, az egyik Batai Sugár Katinka, a másik pedig Osvárt Rihárd Sándor, aki olimpikonok mindketten, és én nagyon örülök annak, hogy egy most alakuló szakosztályunknak az élén két ilyen példaértékű sportoló fog állni, és remélem, hogy sokáig fogják kísérni a DEAC-nak a munkáját. Tavaly, amikor olimpiára készültünk fel, akkor hívott fel kancellár úr, hogy és mi lenne, ha hazajönnénk, úgyhogy nagy örömmel fogadtuk el ezt a felkérést. Vívás mindig létezett Debrecenben, ugye az egyik első ilyen szakosztály a DEAC-nak a vívó szakosztálya volt,
És a talán leghíresebb vívója Debrecennek az Békesi Béla volt, aki az 1912-es stockholmi olimpián ezüstérmet nyert, és 109 évet kellett várni ahhoz, hogy újra debreceni vívó képviselhesse Debrecent az olimpián. Hát remélem nem kell megint várni ennyit. Úgyhogy azon leszünk itt a vívó szakosztálynak a tagjaival, hogy méltó módon képviseljük a egyetemi színeket. Mi a műhely munkába hiszünk, abba hiszünk, hogy a debreceni gyerekeknek, a debreceni fiataloknak, a debreceni egyetemistáknak kell egy olyan hely, ami megfelelő képesítésű edzőkkel, megfelelő asszópartnerekkel vívást megszerettetve tudja őket megtanítani erre a csodálatos szép sportra.